784 milliárd forint. Ilyen értékben folyósítottak babaváró támogatást a program indulása óta országos szinten. Az összeget a napokban Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár ismertette, aki elmondta azt is, 33 ezer esetben már megszületett vagy úton van a gyerek. A babaváró előnye, hogy szabadon felhasználható. Két gyerek megszületése után a fennmaradó összeg 30, három gyerek esetén pedig 100%-át elengedi a kormány. A program népszerűsége továbbra is töretlen, erről a Kopp Mária Intézet stratégiai elnök helyettese számolt be televíziónknak. A teljes családvédelmi akcióterv nagyon sikeres, első éven van túl, meghaladta a 200 ezer támogatási igénylést az akcióterv, és ennek több mint a fele 100 ezer fölötti már a babaváró támogatás igénylése, elég kiegyensúlyozott igénylésekről beszélhetünk országszerte. Nem teljesen azonosak ugyan a régiókbeli megoszlások, itt utána néztünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igényléseknek is, és egy 4600-4800 közé tesszük a szerződéseket. Mindez a teljes kérelmek körülbelül 7%-át teszi ki, tette hozzá Molnár Balázs. A családi otthonteremtési kedvezmény is nagy népszerűségnek örvend, melyet eddig 145 ezer család vett igénybe. Ez a lehetőség már 455 milliárd forinttal járult hozzá otthonteremtéshez. Mind a babaváróra, mind pedig a csokra igaz, hogy a kormány a koronavírus idején könnyítette az igénylés feltételeit. Meghosszabbította azt a lehetőséget, hogy akár olyanok is tudjanak igényelni babaváró támogatást, akiknek már megszületett a koronavírus alatt a gyermeke. Erre is volt lehetőség, illetve ugye itt szükség van társadalombiztosítási jogviszonyra. Sokan elvesztették a koronavírus miatt a munkahelyüket, ezért őrájuk is gondolva, aki ebbe a vészhelyzetbe vesztette el a munkáját, annak is úgy tekintjük, mint hogyha folyamatos lenne a társadalombiztosítási jogviszonya, amennyiben szeptember közepéig újra munkába tud állni. Ezek komoly könnyítések, az ügyintézésnél is eltekintünk attól, hogy a házaspár mindkét tagja jelen legyen, elég, hogyha az egyik van ott dönteni, ugye az édesapa, és akkor így lehet egyszerűbben meghatalmazással intézni az ügyeket. Molnár Balázs kifejtette, a magyar bankpiac is elégedett a konstrukcióval, melynek népszerűsége a járvány alatt sem csökkent. Összesen 160 milliárd forintot igényeltek az emberek a február óta tartó időszakban. A napokban a Magyar Bank Szövetség elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, csak áprilisban 46 milliárd forint babaváró támogatást és 13 milliárd forint személyi kölcsön folyósított a bankszektor. 2019 második fél évében pedig a babaváró már népszerűbb volt a lakosság körében, mint a lakáshitel.